A nyári visszafogott vásárlások után nagy bevételre számítanak a bevásárlóközpontokban. Romániában szeptember 13-án kezdődik a tanév, és a tanügyminisztérium adatai szerint csaknem 2,5 millió gyermeket várnak az iskolapadokba. Riportunkban annak jártunk utána, hogy egy többgyermekes családnak mit jelent az iskola kezdés. A Vince család 3 iskolás gyermeket nevel. Mivel a taneszközök mellett ruhákat, cipőket is vásárolnak, már nyár közepétől számításba veszik a suli kezdést. Ahhoz, hogy a gyermekeket, 3 gyermeket el tudjunk indítani, szeptember 15-e kezdetével az iskolába, ahhoz egyikünk fizetését félre kell tenni, és nem mondhatom azt, hogy ebből aztán a végtelenségig nyújtózkodhatunk, és csak azokat a tényleg divatos cikkeket vásárolhatjuk meg mindenből a gyerekeknek, amire az iskolában, a mindennapokban szükségük van. A listától, amely a szükséges füzeteket, borítókat, írószereket tartalmazza, néha eltérnek, ha a gyerekeknek jobban tetszik valami. És ez jó lesz neki? Szerintem jól megnéztem? Ez egy kicsi, ebbe túl sok minden nem fér. A legtöbb szülő sajnálja, hogy megszűnt az egyenruha, nem csak azért, mert túl gyakran kell váltásruhát adni a gyerekre, hanem azért is, mert az egyenruha egy közösséghez való tartozásnak is lehetne a szimbóluma. Nem utolsó sorban pedig olcsóbb lenne. Volt már olyan eset, hogy a 12., 11., sőt 10. osztályban is nem tudtam volna megkülönböztetni a fiatal tanerőt a 10-es, 11-12-es diáklánytól. Tanévkezdéskor az induló csomag ára gyerekenként 400 és 500 lej, ami körülbelül 100 eurónak felel meg. Jó a minősége, és jól feszül a hátamhoz, mert jobban szeretem, hogy az ilyen táskáknak jól meg vannak rakodva, és akkor a hátuk teljesen egyenes, ami nekem nagyon jó. Nem szeretem, hogyha van rajta valami ismert figura, nem szeretem ezeket a Disney sztárokat. Inkább legyen egy színű kék meg lila. Az áruforgalmi adó 5%-os felemelése miatt drágultak a taneszközök is. Hetekkel az iskola kezdés előtt már azt csinálják az emberek, hogy jönnek és nézik az árakat. És akkor mi kitesszük a vitrínbe árval együtt, amink van, hogy ezzel is becsalogassuk a kedves vevőket. A tanügyminisztérium idén is tanszercsomaggal segíti azokat a gyerekeket, akiknek a családjában az egyfőre eső júliusi jövedelem nem éri el az országos bruttó minimálbér felét. Bihar megyében az elemi és általános iskolások között 18 000 ingyenes tanszercsomagot osztanak ki. Az első osztályosok a tanszerek mellett egy iskolatáskát is kapnak. A többiek csomagja a korosztályuk számára megfelelő füzeteket, tankönyvborítókat és más taneszközöket tartalmaz. A tanszercsomagok átlagértéke 20 lej. A szülők, hogy elkerüljék a felesleges pénzköltést, vásárlás előtt egyeztetnek a pedagógusokkal. Ajánlott olvasmányokat is szoktunk feladni a gyerekeknek. Én személy szerint szeretem azt, ha a szülők tehetik, meg is vásárolják ezeket a könyveket, hiszen nagyon fontos az, hogy a gyermeknek egy saját könyvtára legyen otthon. Egy kétgyermekes család körülbelül 250-300 eurót költ évkezdéskor taneszközökre és ruhákra egy olyan országban, ahol a nettó átlagkereset 340 eurónak megfelelő lej. A Duna Televízió térkép című műsorát Jonescu Nikolett tudósította Nagyváradról.